Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Utazás a villamos szék körül. Írta Aszlányi Károly Elektronikus változat Budapest Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület 2016 ISBN 978-615-5557-65-1 online MK 15620 Első fejezet A keleti kisvárosban három orvos élt és működött. Kettő ezek közül Smith és Laren nem ismerte személyesen Denhörbet. De a házi orvosának lesújtó véleménye után felkereste egymás után és egymástól függetlenül a másik két orvost is, anélkül, hogy előző vizsgálatok eredményéről említést tett volna. Den a kétmilliós hörgvagyon egyetlen élő örököse volt. De ez az életmódján nem látszott meg. Otthon ült évek óta hatalmas könyvtárt rendezett be, tanult és olvasott. A városi házban lakott, sohasem ment ki a farmra, amely Jorad Cliff vezetése alatt állt. Az állandó szobalevegőtől és megfeszített szellemi munkától dent és fénylő szemű lett 25 éves korára. Köhécselni kezdett. Ügyvédje tanácsára elment az orvoshoz, aki szemben lakott a hörbházzal. Az orvos, szakállas kis ember megvizsgálta a dents gonterhes arcot vágott. Súlyos tüdőbaj, mondta Lime doktor. Menjen el más orvoshoz is. És Den elment. Sajnos mind a három vélemény egyformán hangzott. Dennek még három hónapja volt. Den csöndesen fogadta a halálos ítéletet. Tervei, vágyai, egész élete összeomlott. Elment ügyvédjéhez és kérte, hogy hozasson neki New Yorkból valami egyetemi tanárt. Az ügyvéd azonnal sürgönyzött Patersonért. A tanára lakásán vizsgálta meghörböt. A fejét csóválta. Ha egy időre remélni akar, még mondta semmi esetre sem mozogjon. Főleg vonatra ne üljön! A legjobb levegő, amit ajánlhatok, itt van! Hawkins az inas is azt a parancsot kapta, hogy vigyázzon az urára, ne engedje kimenni a házból. És Den ideig óráig el is témfergett a csöndes szobákban, de aztán ellenállhatatlan vágy fogta el, hogy még egyszer, utoljára belevesse magát az élet forgatagába ott, ahol az a leghangosabb és legszédítőbb. Titokban becsomagolt és éjjel kilopózott a házból. Ami pénze volt, zsebébe tette s kiment a pályaudvarra. Reggelig ült itt a homályos étteremben, egy madárkereskedő társaságában, aki nyugatról jött és most New Yorkba készült. Reggel hatkor indult a gyors, de arra gondolt, hogy Aukins ilyenkor ébredt fel, s tíz perc múlva rá fog jönni, hogy a gazdája megszökött. De három éve nem volt New Yorkban. Még mindig tombolt és lármázott az élet, ha leszállt az este és kigyúltak a lámpák, égen és földön. Dan szíve összeszorult a fájdalomtól. Milyen későn jött ide? Ez már csak finálé, akármilyen szép és szajos. Den szállóba vitette a podgyászát, felment a szobájába és a koferen ülve, kezébe temette arcát. Estére kimerészkedett az utcára. A 15. utca sarkán taxiba ült és harlembe vitette magát. Egy néger bárba tért Bes inni kért. Később mellé telepedett egy egészen világos bőrű lány, nagy, fehér szemekkel és megsimogatta a kezét. De a cink pohár fenekére nézett, és kicsordultak a könnyei. Jóformán nem is tudta, hol van. Fizetett, stávozott. Az utcán vette észre, hogy a kisfélvér lány mellette lépked. Mi bajod van? kérdezte a lány bizalommal. Oh, semmi, felelteden, meg fogok halni. Mikor? Kuncogott a lány, mert tréfának vette a dolgot. Három hónapon belül felelte a férfi. De ekkor már tudta, hogy nem fogja megvárni a három hónapot. Még néhány lokált útba ejtett. És majdnem teljesen részeg volt, mire hazaért. Azonnal elaludt. Élete legsivárabb hangulatában ébredt. Lassanként minden eszébe jutott. Nem volt kedve a folytatáshoz. Elhatározta, hogy öngyilkos lesz. Délig az ágyában heverészett s azon töprengett, hogyan. Délután lement a hadzondokokhoz és a távoli, szürke égboltra mereztette szemeit. Elhatározása lassan határozott formákat öltött. A kétségbeesés megkövesedett lelkében és tragikus akarattá formálódott nincs értelme céltalanul és keservesen élni még néhány hétig. Levelet írt Barninak, aki az ügyvédje volt. A levélben egyelőre annyit írt meg, hogy hol találják a végrendeletét, hogy a levélben másik, lepecsételt levelet fognak találni, amelyet Barni csak halála után bonthat fel. Sok választása nem volt, elhatározta, hogy legalább a halálnemek közt fog válogatni vásárolt egy revolvert, egy rövid tört tokban és mérget. Bezárkózott a szobájába és gondolkodni kezdett. Olyan fiatal volt még. És úgy szerette a könyveket, a fantázia szárnyalását. Tudta, hogy meg kell halnia, de nem volt ereje ahhoz, hogy megnyomja a ravaszt. Nem volt ereje egy utolsó mozdulathoz, melyel magába döfte volna a kést. És nem volt ereje lenyelni a mérget és tudta, hogy nem is lesz. Hirtelen azt szerette volna, ha valaki más hajtja végre rajta ezt a befejező aktust. Hogy neki a kezét se kelljen megmozdítania. Fiókjába zárt mindent, s újra lement az utcára. A portás csodálkozva nézett a sápat fiatalember után. De újra a hadzon mellé került. De nem volt ereje beleugrani. Nem tudta, mit csináljon. A haláltól nem félt március. De ölni nem tudott még önmagát se. Hirtelen kialakult benne egy elgondolás. Egyre megfelelőbbnek látszott. Sapkát, pulóvert és rossz nadrágot vásárolt. S este felé kiment New Jerseybe. Kiválasztott egy kocsmát, amely kívül olyan piszkosnak látszott, hogy belül se lehetett piszkosabb, és bement. Fegyvertelenül a füst elhomályosította a lámpafényt. Négyen ültek a söntésben, egy öregebb ember és három fiatal. Amikor Den belépett, egy pillanatra felé fordult négy pár tekintet. Den leült az öreg csirkefogó mellé. Nem kérdezte, hogy lehet-e, két pohár valamit rendelt, s a magáit kiitta. De az öreg félretolta a poharat. A szomszéd asztaltól átkiáltott az ott ülő fiatalember. Halló, Jack! Vendéget kaptál. Az öreg félre húzta a száját, s derre nézve olyan mozdulatot tett a két fekete kezével, mintha egy csúknak tekerné ki a nyakát. Spicli vagy! Kiáltotta egy másik fiatalember. Dem bólintott. Úgy van. Az emberek meghökkentek. Ha bevallja, akkor nyilván nem az. De Gatti a kocsmáros a pultja előtt álló pasas fülébe súgta: Dobjátok ki és verjétek meg odakint. Egyszerre sötét lett, pedig senki sem mozdult. Den érezte, hogy a mellette ülő öreg gengszter átöleli és folytogatja. Den fiatal, fáradt testében felébredt az életerő és alvó energia. Ellenszegült, elkapta az öreg kezét és nagy erőfeszítéssel lefejtette az óriási ujjakat. Az öreg nyögött és lihegett. Den látta csillogó szemeit a sötétben. Egy fél métert nyert, hátrahúzódva akkor öklét teljes erővel a két csillogó szem közé vágta. Zuhanást hallott, ugró testek állták útját, de Den keresztül vágta magát az ajtóig és kiugrott az utcára, ahol futni kezdett. Egyszerre megállt. Elszégyelte magát. Hát így akart ő meghalni. Az utolsó pillanatban akarata ellenére is küzdenie kellett az életéért. Tudta, hogy így nem fogja tudni megtenni. Valami mindig visszatartja. Más megoldás kellene, olyan, hogy az utolsó pillanatban ne tudjon kibújni alóla, bármennyire szeretne. Furcsa gondolat villant át megkínzott agyán és ettől a gondolattól nem tudott többé szabadulni. Elhatározta, hogy búcsú látogatást tesz Slyheméknál. Az öreg Slyhem üzletfele volt Den apjának évekkel ezelőtt, s New Yorkban Den sokszor volt náluk. A család Mrs. Slyhemből, Annie Slyhemből és Denton nevű unokaöcsükből állott, s a villáinak egyikében laktak. Bár már kilenc óra volt, Den felment. Slyham, egy Nexton nevű tőzsdés, Mrs. Slyham és Denton Bridgestek. De megkérte, hogy ne legyenek tekintettel rá, játszanak tovább. Ő maga átment a szalomba, ahol grammofonzenére Eni Annie Slyham táncolt, Red Myers-szel, egy barátnője pedig valami öregedő fiatalemberrel. Myers kedvetlenül látta, hogy Eni azonnal Denhez siet, és úgy örül neki, mintha az elveszett pénztárcáját találta volna meg. Dennek is tetszett egykor a magas, karcsú, szőke, forró szemű lány, aki állandóan eszébe juttatja a férfiaknak, hogy férfiak. Szóval örültek egymásnak és félrevonultak. Den egy szóval sem említette lelki állapotát, és a lány egészen másra volt kíváncsi. Hogy szerelmeseden jelenleg valakibe és van-e mennyasszonya? A válasz kielégítő lehetett. És mégis eninek feltűnt végre a keserű vonás den szája körüls a hallgatagsága. De maga olyan vidám fiú volt három évvel ezelőtt. Mi bántja? Semmi felelte bizonytalanul a fiatalember. Most nem mondhatom el. Hirtelen vágyat érzett, hogy kiöntse a szívét valaki előtt, a szívét, amelyben annyi méltatlankodó keserűség tombolt. Jó, mondta Eni, ha mindenki elment, jöjjön vissza, másszon át a hátsó kerítésen és jöjjön a teniszpályához. Ott van egy lugas. Várni fogom. De megszorította a lány kezét. Érezte, hogy forró. Slyham papa az ő 750 ezer dollárjával szegény embernek tűnt Dan Hörb mellett. És Den mégsem látszott kívánatos férinek egy apa szemében de a vagyonkezelés teljesen Barnira bízta. Barni ismeretlen ember volt, és az üzletemberek egyáltalán nem tartották olyan embernek dent, akivel számolni kellene. A brisparti végeztével, amikor mindenki eltávozott már és den kettesben maradt Slyhem papával a dohányzóban, az öreg üzletember meg is mondta Dennek ezt. Den hevesen tiltakozott ez ellen, védelmezte a maga álláspontját minden relatív, mondta, nem érdemes gürcölni a pénzért. Az ember úgyis csak másnak dolgozott a végén. Hova jutott volna Amerika, jegyezte meg Robert Slyham, ha mindenki így gondolkodott volna, mint te. Szegény apád, ha látnál. Den tűzbe jött. Ez a kérdés fájdalmas pontja volt gondolatvilágának, mert tudta, hogy apja épp olyan fajta üzletember volt, mint Slyhem és épp olyan lekicsinylően vélekedett a fiáról. A vitatkozás mind hevesebb és szenvedélyesebb lett. Számok, adatok és kemény érvek repkedtek a forró levegőben és látszott, hogy Den elméletileg nagyszerűen érti a pénzüzletet, csak épp a hozzávaló kedvés érdeklődés és energia hiányzott belőle. Enni váratlanul lépett a dohányzóba, és hallotta a hangos veszekedést. Miről vitatkoznak? Volt az első kérdése. Magáról, felelteden udvariasságból, de szárazon. A hangja egy kis séreket volt. De Enni úgy látszik, komolyan vette ezt, mert hirtelen vörösség futotta el az arcát. Dem felállt, elérkezetnek látta az időt, hogy távozzék. Rövid búcsú után el is ment. Eni jó éjszakát kívánt, az emeletről lement a földszintre, ahol a szobái voltak. Robert Slyhem a dohányzóban maradt. Mrs. Slyhem már lefeküdt, az emeleten, Denton pedig a manzárt szobában. Den Hörb leszaladt a hadzonpartra, s a feketén gomolygó vizet nézte. Ha volna ereje beleugrani. Milyen könnyű lenne minden teljesen céltalan, buta huzavonának látta mindazt, amit az utolsó napokban csinált és amit a következő napokban talán még tenni fog. Úgy is meg kell halnia. Miért nem tud meghalni tehát? Újra a vizet nézte. Semmi sem érdekli már, mert mindennek hamarosan vége lesz, minek is fogjon valamibe és mégis, tudta, ha beleugrana a fekete folyamba, ott lent, az utolsó pillanatban kétségbe esett küzdelmet folytatna az életéért, a hullámok ellen, s a végén kiúszna a partra. A kocsmába is azért ment, hogy belekössön valami gammembes, az leszúrja őt. De amikor sor került rá, elszántan küzdött az életéért. Mi az, ami benne a reménytelenség, kétségbeesés mélyén még mindig, hiába, mindig élni akar? megrántotta a vállát. Elfordult a víztől. Más módot fog keresni. Eszébe jutott Enivel való megállapodása. Elindult vissza a Green Street felé. Távolról szirénák, gőzkompsípok búgása hangzott és valami állandó, ideges rongás, Babilon hangja. Den átmászott a kerítésen. Könnyű kabátja beleakadt egy kiálló vasszögbe és egy darab kiszakadt belőle. Dan legyintett és tovább ment. A ház két ablaka volt még világos. Egy az első emeleten és a manzárt szobái. Bodzaillat terjengett és ezüstösen csillogtak a bokrok, ha a hold előbújt rongyos felhőpalástja alól. De megbotlott valamiben. Már előtte sötét lett a lugas, vagy tíz lépésnyire de itt a bokrok között, a kis ösvényen is sötét volt és Dem meg akarta nézni, mi az, amiben megbotlott volt. Lehajolt és kezével tapogatózott a sötétben. Hirtelen köhögés fogta el. Felegyenesedett. Megszagolta a kezét, vérszagú volt. Újra lehajolt és egy kés pengéjét markolta meg. A kés markolatig állt valamiben. Felugrott és rohanni kezdett át a kerítésen, ki az utcára, el, el. Enni tíz perc múlva érkezett a lugashoz, majd további tíz percig várt. De nem jött senki. A lány mélyet sóhajtott s visszament a házba, hogy megkeresse apját és megtudja tőle, mit akart Mr. Hörb. De Robert Slyham nem volt a házban. Második fejezet a Ted Jack Larum felírású ajtón belépve egy magas, kövér embert láthatunk, íróasztala mögött ülve. Ez Ted Jack Larum maga. Előtte de Pau őrmester és Shillings őrmester állnak, parancsaira várva, jobbkész felől Williamson felügyelő. Ted Jack már három éve főfelügyelő volt és azóta nem járt személyesen az ügyek után hallatlan mértékben elhízott, úgy annyira, hogy főnöke helyesnek tartotta volna degradálni felügyelővé, amely rangban rengeteget dolgozott, s a menhetteni rendőrség leghasznosabb embere volt. Tény azonban, hogy a Larum csoport, bár mindenki Ted Jack csoportnak hívta, ma is eredményesen működött. Ted Jack szellemi vezetése mellett s voltak, akik terjesztették, hogy Ted Jack éjszakánként revolverrel a kezében mászkál háztetőkön, fegyveres raketerek nyomában. Ted Jack kövérsége azonban valószínűtlenné teszi ezt a mendemondát. Nézzük meg ezt az arcot, amelyből minden élénység és kifejezés eltűnt. Egy híres filmkomikusra emlékeztet, apró bajuszával az orra alatt smélyen ülő szemeivel. Beszédmódja egészen sajátos. Rövid, párszavas kijelentő mondatokban beszél. Nem ismeri a mellék vagy kérdőmondatok szerepét a nyelvben. Most Williamson az, akit Ted Jack nyugalma idegesít. Az év minden napján nap minden órájában van valaki, akit Ted Jack nyugalma idegesít. Williamson felelős a Slyham gyilkosság ügyében folytatandó nyomozás menetének tempójáért. Ted Jack csak az eredményért felelős. Ennél fogva nyugodt. Nagyon nehéz ma már Ted Jack érdeklődését felkelteni. Mehetnek. Kiáltja Williamson de Pau és Shillings őrmesterek felé. Délre kérem a választ a három pontra. Az őrmesterek távoznak. Williamson leül, szemben a főnökkel s gonterhes arcot vágva, bámul rá. Csodálom, hogy így fogott fel, mondja Williamson. A milliómos szlájhem. Óriási port ver fel. A gyilkosra villamos szék vár. Mondj valamit. Nem tudom, merre induljak el. Szokatlan ügy. Motyogta gúnyos hangon tett Jack Larum. Első gyilkosság, Kájnábel óta. Izgatott vagyok. Ki a tettes? Megmondom. A gyilkos. Ki a gyilkos? Aki megölte. Jó, jó, dühöngött Williamson, de ki ölte meg? A tettes felelte Ted Jack. Williamson kezdte elveszíteni a türelmét. Este ölték meg, késő este, miután mindenki eltávozott. A mama és unoka öcs lefeküdtek. Leánya nem. Rendezvú szólt félig kérdvetett Jack. Igen. Várt valakit. De az nem jött. Haha. -ha. Nem jött. A lány lábnyomai tisztán látszanak a lugasig. Más lábnyomok nem látszanak a lugas körül. Csak a kerítéstől a holtestig nem jön neki ezúttal kivételesen a Green Park lényre, Ted Jack. Nincs szükség. Lábnyom megvan. Tettes, a lábnyom. Késen ott van az új nyom. Világos dolog. Csekéség. Letartóztatni lábnyomot. Williamson bosszúsan legyintett. Ő nem találta olyan egyszerűnek az esetet kinek állhatott érdekében eltenni láb alól ezt a szelíd, öreg üzletembert, aki amellett nyilván nem hordta a zsebében a vagyonát. De Ted Jackkel nem lehetett komolyan beszélni ilyesmiről. Azt is hunyorogva és látszólag részvétlenül nézte, hogy Pelök, a közgazdasági szakértő, bejön a szobába és átveszi megbízatását a Slyhem ügyben. Slyhem rábörtött villája kertjében megölték mint reggeli kiadásunkban már megírtuk, a dús gazdag sejemgyárost, Robert Slyhemet meggyilkolva találták villája kertjében. A gyilkosságot éjfél körül követhették el, de csak reggel fedezte fel az inas. Előző este vendégek voltak a házban. Nevüket a rendőrség a nyomozás érdekében egyelőre titokban tartja. A szezon legizgalmasabb bűnügyi tragédiája. Kinek voltok a megölni öreg üzletembert? Leánya éjjel randevútat fiatalembernek a kertben. A fiatalember nem jön el. A gyilkos eljön. Ki a fiatalember? Ki a gyilkos? A fiatal Myers esti lapunkban nyilatkozni fog Slyham üzleti ügyeiről. Myers Lord a New Kent gyárak tulajdonosa. A gyilkosra villamos szék vár. A villamos szék már vár a gyilkosra. Fel, Ted Jack, a Green Streetre. Ki a gyilkos, ezt kérdi tőled egész Manhattan Island. Így írt a déli letersz az ügyről. Dan hörb leejtette az új szágot. Most itt van az alkalom. A legbiztosabb öngyilkossági mód. A legbiztosabb halál nem. Ez elől nem lehet megfutamodni a kis ujjadat sem kell megmozdítanod. És az utolsó pillanatban ki fogod jelenteni, de Hörb, hogy nem te öltél, az a sorsodon úgy se változtat már, de a nevedet makulátlanul őrzi meg a jövőben is, ha te már nem leszel. Den felállt, felvette az új szágot, összehajtotta, zsebretette. Arca kemény és elszánt volt. Elhatározta, hogy a villamos székben lesz öngyilkos, magára vállalja Slyhem megölését sokkal intelligensebb volt, semmint, hogy odaálljon a rendőrök elé és kijelentse nekik, én öltem meg. Ebben az esetben nem hinnék el, esetleg kitalálnák az igazi okot. Nem. Úgyis is őrá fognak gyanakodni mindenek előtt. Úgy kell rendezni a dolgot, hogy minden nyom hozzá vezessen. Eleinte tagadni fog, később a bizonyítékok súlya alatt megtörik és beval mindent. Akkor aztán, föltéve, hogy az igazi gyilkos elég ügyes lesz ahhoz, hogy elmeneküljön, már senki és semmi sem akadályozhatja meg, hogy Den Hörba villamos széken fejezze be szomorú, igazságtalan, rövid földi életét. Den íróasztalához ült és levelet írt az ügyvédjének. Első végrendeletem értelmében minden vagyonomat Enis Lájhemre hagyom. Amennyiben nem fogadná el, kérem közölni vele, hogy apját nem én öltem meg, a kertben találtam halva 14-én éjfél után fél egykor. Már akkor elhatároztam, hogy öngyilkosságot követek el gyógyíthatatlan betegségem miatt. Miután ehhez nem volt elég lelki erőm, úgy döntöttem, hogy magamra vállalom Szlájheim megölését, amiért villamos szék jár. Ez lesz az én öngyilkosságom ezt a levelet Barni ügyvéd csak halálom után bontja fel. Gondoskodjék róla, hogy az igazi gyilkost megtalálják. Daniel Hörb Kívül a lepecsételt borítékra ráírta, halálom után bontandó fel, és az egészet beletette a nagyobbik levélbe, amit már előző nap megírt. Csöngetett a bojnaksa levelet postára küldte, Alfonsz Barni ügyvéd címére. Ezután még egy kisebb cédulára írt valamit, a cédulát zsebretettes abban a félig bódult, apatikus lelkiállapotban, amelyben napok óta járt, elindult a Slyham villa felé. A slyhem Villa hajjában egy vörös, alacsony úr már másodszor jelentkezett ezen a szomorú reggelen. Újabb kérdések keresztüze alávette a villa lakóit. Williamson felügyelő a vérebek szokása szerint mindig újra és újra visszatért az első nyomra, amelyen elindult. Valószínűleg, gondolta Annie Slyham nem akarja majd kiadni a fiút, akivel randevúja volt a kertben. Ezért újra megkérdezte, az inas és Denton Slyham az unokaöcs előtt remélte, hogy így nehezére fog esni a lánynak a hazugság. És tényleg, Eni megmondta, hogy Dan Hörbben lett volna rendezvúja a kertben, csak hogy Dan nem jött el. Eni megborzongott, ha arra gondolt, hogy akkor, amikor ő a lugasban áldogált, pár lépésre tőle már ott feküdt az apja holtan. Ekkor elegáns fiatalember lépett a halba, két kopottas úr kíséretében. Zavart hangon fejezte ki részvétét Dentön és Eni előtt s aztán a felügyelőhöz fordult. Kínos ez nekem, uram, de a bíróság mára rendelt elfoglalást a boldogult Rábert Slyhem ellen, és én kénytelen vagyok érvényesíteni a követelésemet, ha valaha is meg akarom kapni. Az iratok rendben voltak, s a legmeglepőbb volt, hogy Slyhem is tudott erről, amint az aláírásai tanúsítják. Ez érthetetlen volt. Hová lett Rábert Slyhem vagyona. És Enni. Enni Rád Májást nézte. Ezt az embert, aki tegnap még itt táncolt vele, és aki már ötször megkérte a kezét. Igaz, hogy eddig mindig kikosarazta, de ez nem oké rá, hogy valaki ilyen tapintatlanul viselkedjék, még ha igaz is, hogy szegény papának semmie se maradt. De hát! A két kopott úr és rád elkérték a kulcsokat. Dentön és Williamson velük mentek és a szobában voltak, amíg rád a pénzszekrényben kutatott kivett valami 5-6 köteg értékpapírt, és a másik kettőnek adta. Azután még egyszer belenyúlt, de csak a csukott öklét húzta ki. Mehetünk, uraim, mondta, és még egyszer elnézést kérek. Az értékpapírokat visszatették, lepecsételve, s a szekrényt is lepecsételték. Azután távoztak. És Williamson felügyelő törhette a fejét rajta, hogy miért volt ez a formalitás ilyen sürgős nekik. Ki az a Dan Herb? Kérdezte Eni a felügyelő. Eni olyan lelki állapotban volt, hogy alig tudott beszélni, de azért megmondta, hogy kicsoda Dan Hörb. És ez nem tetszett Williamsonnak. Egy fiatalember, aki két millió dollár ura és akibe a lány nyilván szerelmes, egy ilyen fiatalember csak akkor gyilkol, ha őrült de Williamson felügyelő ezt a lehetőséget is kénytelen volt elvetni, amikor nem megérkezett. Mert Dan Hörp szomorú és csöndes fiúnak látszott, de jómodorú és okos volt, ami ennek saját magát se képzelhette Williamson felügyelő. Den azért jött, hogy részvétét fejezhesse ki. Gondosan kerülte, hogy négy szem közt maradjon Enivel, akinek fájdalma szemmel láthatóan kellemetlenül érintette őt. Elmondták neki Rád Miles eljárását, és Dentis Lyham keserűen kifakadt Miles a két színű barát ellen. Williamson felügyelő közben fontos felfedezést tett. A halban, közel a kiárathoz, a szőnyegnek egyik ráncában apróra összegyűrté papírlapot talált. A papírra ez volt írva. Ma estig érti. Éjfélkor lesújt a kéz. X. Williamson úgy okoskodott, hogy Májász ezt a cédulát akarta megkaparítani a páncélszekrényből. Amikor ezt a felfedezését közölte a többiekkel, Den falfehérre sápadt. A cédula tehát pont ellenkező eredményre vezetett, mint ahogy Den szerette volna. Nem ő ráterelte a gyanút, hanem Májászra. Den azért hullatta el a cédulát, hogy a gyilkosság indítókának kutatását egy bizonyos irányba terelje. És mivel Májásznak kétségtelenül volt valami oka a hirtelen látogatásra, most őt kevert egy gyanúba a cédula. Den elbúcsúzott és sietve távozott. Gondolkoznia kellett! Bement egy kis kávéházba hóbúkön szélén, és levelet írt Williamson felügyelőnek. A levéltartalma teljesen közömbös volt, egészen enyhe igyekezett volt benne, hogy Májászra terelje a gyanút. De Den igazi célja nem ez volt a levéllel. Ted Jack Larum leemelte a telefonkagylót. Williamson elmondta a történteket. Den Hörb volt a randevús fiatalember, aki a lány szerint nem jött el. Azonban lábnyomai egyeznek a kertben találtakkal. Új nyomokat most küldöm be. Miles esetét már elmondtam. Most hozom be a cédulát. Den Hörba fia az Egyesült Államok egykor legnagyobb fakereskedőjének. Seven Hörbnek. Az Inas tegnap este heves vitatkozást hallott Den és a meggyilkolt között. Hogy miről, nem tudja. De Eni azt mondja, hogy róla vitatkoztak. Amikor belépett, elhallgattak. Megkérdezte, miről folyt a vita. Magáról felelte derreket hangon és mindjárt el is ment. Ezek után az öreg Slyhem térdére ültette Enit, és kérte: Legyen Májesz felesége. Eni újra megtagadta ezt. Slyhem így felelt: Tudod, hogy kedved ellenére nem kényszerítlek. De nekem ez nagyon-nagyon kellemetlen. Amiből következik, hogy Denn megkérte a kezét, de az öreg nemet mondott, mert valami okból Májeszhez akarta adni a lányát. De a fiatal lány nem állt kötélnek. Így tehát két pórul járt kérünk is van, az egyik az apánál bukott meg, a másik a lánynál. Ted Jack unatkozó arccal tette le a kagylót. Fél óra múlva Williamson levelet kapott Dentól, amelyben a tegnap este történteket írja le. Ekkor már tudták a következőket, a gyilkos késen talált új lenyomatok Den kezéről származnak, a meggyilkolthoz vezető lábnyomok a kertben Den lábnyoma is a fenyegető levelet ő írta. Az írás egyezett a Williamsonnak küldött levéllel. Harmadik fejezet Valahogy kiszivárgott a híre, hogy Red myers a hírneves ifjú sejemgyárost kirángatták az ágyából és becipelték a legközelebbi Night Courtra, a rendőrőr szobába. Véletlenül itt volt Williamson felügyelő is a központból, aki faggatni kezdte Myers-t. Mindez a lassan mégis akcióba lépő Ted Jack műve volt. A kezdet azonban keveset ígért. Májász egy szemrébet nevű tőzsdés barátjával taxin távozott a Szlájhem házból. Egyenesen Dodovikhez hajtottak, az ismert vöröshajú táncos nőhöz, akinek a lakásán mulatoztak másnap reggelig. Ezt bizonyította szemrébet a taxisofőr, Dodovik házmestere és Dodomaga. Az alibi százszázalékos volt, Májász nem ölhette meg Szlájhemot. Az egyetlen, amit bevallott, hogy halálosan szerette Enit, mindent megpróbált, hogy hasson rá, úgy közvetlenül, mint apján keresztül. De Slyham gyönge volt a lányával szemben, és a döntő pillanatban megjelent ez az átkozott denhörbe. Májesz látta, mennyire örül neki Eni három év után is. Denről nem tud semmit, annyit hallott, hogy pénzét nem forgatja, személyesen nem intézi az ügyeit, egy Barni nevű ügyvéd a tejhatalmú megbízottja. Mint hogy Mayest már labzárta után engedték el a Night a reggeli lapok csak az előállításáról írtak. Den az ágyban olvasta a lapokat és kétségbe esetten állapította meg, hogy a rendőrség persze mellé fogott, Maya ezt tartóztatta le és nem őt. Kopogtak. Egy hölgy óhajt önnel beszélni, szőr, mondta kívül a szobapincér. Den sebesen felöltözött. A halban Eni várta. Miért kerül engem? Kérdezte a lány. De hogy kerülöm? A rendezvúra se jött el. Ne, nem. Nem lehetett. Jó lesne, ha mellettem állna a napokban, Den. Igen. Csak hogy, már nem emlékszik arra, hogy három évvel ezelőtt. Elragadóan szép volt most Eni. Mint egy gyönyörű, szomorú virág, lehajló fejjel. Den szinte elsírta magát. De nem mondhatott egy szót sem abból, amit érzett. Eni lassan elkedvetlenedett. Nem értette a fiút, annyira megváltozott. Semmi sem volt benne a régi Denból. Én, próbálkozott még egyszer a lány, azt hittem, hogy maga megkérte a kezemet szegény papától. Én, csodálkozott a fiú. Nem, nem. Hát akkor miről vitatkoztak akkor este? Üz üzleti ügyekről volt a válasz. Isten vele, Mr. Hörb a lány kezet nyújtott és elment. De úgy érezte, mintha a szíve szakadna ki. Szerette ezt a lányt. Nem szerethet az, akinek már csak napjai vannak hátra. A hal sarkában egy kis kövér asszony állott és figyelte ezt a beszélgetést. Mint a pók. Ez a hölgy, Mrs. Alv, egy nyugdíjazott rendőrőrmester felesége volt. Az őrmester egyszer elaludta posztján, és erre nyugdíjazták. Sokáig nem merte megmondani otthon. Missis Alv azonban rájött gondolkodott a dolgons, egy szép napon kijelentette. Eddig te tartottál el engem, Adolf. Mostantól kezdve én tartalak el téged. Mrs. Alv elment a rendőrfőnökhöz és felajánlotta szolgálatait, mint női titkos rendőr. A rendőrségen eleinte nevettek a gömbölyű, fecsegő asszonyon de néhány kisebb, kényes megbízást olyan szokatlanul gyorsan és ügyesen intézett el, hogy a tekintéje megnövekedett. Sajnos, Ted Jack csoportjába osztották be, és Ted Jack nem tűrte az önállóságot maga körül. Hiú volt, mint a nagy emberek általában. Mrs. Alv most odason a magába merülő fiatalemberhez. Mr. Herb mondta a kis nő vastag hangon, önt elszomorítja a kedves nő távozása. Ne szomorkodjék! Az a tény, hogy idejött a rendőri kordonon keresztül, bizonyítja, hogy szereti Önt. Remélem tudja, hogy rendőrök figyelik az Ön lépéseit. Ön a látszat áldozata, Mr. Hörb. Szerencse, hogy nincsenek rokonai. Azt fogják hinni, hogy öngyilkolta meg Szlájhem gyárost. Kellemetlen, tudom. De mi oka lehetett volna erre, nevetséges, úgy -e? eltekintve attól, hogy kikosarazta önt. Kicsoda maga? Förmet ráden. Ó, csak kiabáljon velem. Vastag bőröm van, azon kívül rossz hallásom és alig látok. A rendőrségnél is vagyok, meg nem is. A rendőrségnél azt hiszik, hogy szlájhem kikosarazott engem. Kérdezte hevesen. Ó, a rendőrségen sok mindent hisznek, volt a válasz. Dan jól megjegyezte ezt. Örömmel tudott meg mindent, amit a saját kárára fordíthatott. De beszélgetni nem volt kedve, és faképnél hagyta a fecsegő asszonyságot. Felment a szobájába. Erősen köhögött, amióta New Yorkban volt, először. Csodálta, hogy a fárasztó, nyugtalan életmód és az izgalmak nem ásták alá jobban az egészségét. Felmerült előtte Eni képe, de elhessegette magától. Kopogtak. A rendőrség, mondta egy hang. Tessék, kiáltotta Dan. És az volt az érzése, mintha ezzel a szóval már elkövette volna az öngyilkosságot. Negyedik fejezet. Ted Jack vallatását azok, akik ismerték a tíz egyiptomi csapáshoz, vagy valami nagyszabású katasztrófához hasonlították. Azt mondották, olyan érzést Ted Jack keresztkérdéseinek tüzében ülni, mint amilyen pompei pusztulása lehetett az érdekeltek lelkében. Ted Jack ott ült kövéren és magabiztosan, a törvény és a társadalom védelme alatt, öntudatosan és határozottan és vele szemben az áldozat, a társadalom és a törvény eleve elbukott ellenfele, űzött vad, aki védekezésének apró szalmaszálaiba kapaszkodik már csak. És Ted Jack éles, rövid kérdései és vágyjai ezeket a szalmaszálakat metszik el egymás után. Az áldozat elmerül. Dan Hörb még furcsábban érezte magát, a kövér detektív minden tudó szemeivel szemközt. A bűnös lelki ismeretének önmardosása hiányzott ugyan lelki állapotából, de így is törvényellenes dolgot követ el, amikor ki akarja játszani annak képviselőit. Folyton az az érzése volt, mintha Ted Jack mindent tudna. A valóság ellenben az volt, hogy a detektív semmit sem tudott. Összekulcsolta a kezeit és hátradőlt a székében. Den kezeit összebilincselték és Williamson felügyelő állt mellette. Egy kisebb asztalnál írnok ült és jegyezte a kérdéseket és válaszokat. Magát a kihallgatást, amely megfelelő fényt vettett Jack Larum módszereire általában az Egyesült Államok rendőrségére, kommentár nélkül közöljük, ahogy azt a WE 24. C. irattárából lemásoltuk. Ted Jack mi a neve? Den, Daniel Hörb. Ted Jack foglalkozása. Den, magáncó. Ted Jack, vagyona van. Den, van. Ted Jack, kikezeli. Den, Alfonsz Barney, Saxton. Ted Jack, miért jött New Yorkba? Den, szórakozás céljából. Ted Jack, előzőleg három évig nem volt itt. Den, igen. Ted Jack, mit nevez maga szórakozásnak? Den, a szórakozást mit tudom én, mit nevezek szórakozásnak. Ted Jack szórakozásnak nevezi azt, megölni egy embert csak azért, mert az nem akarta maga apósa lenni. De sose kértem rá, hogy az apósom legyen. Ted Jack, de kérte. Az inas kihallgatta a vitatkozásukat. Maga felszólította szlájhemet hogy adja magához a lányát, de az öreg úr azt felelte, hogy Rád Májeszhez fogja adni. De nyilván az anyagi érdekei kívánták. Ez nekem teljesen közömbös. Ted Jack, úgy, az anyagi érdekei. Maga gazdagabb, mint Májesz. De, nem tudom. Slyhem engem nem tartott komoly embernek, én nem vagyok üzletember. Ha voltak anyagi nehézségei, amin segíthettem volna, akkor is későn érkeztem ahhoz, hogy segítsek. Különben is, mondom, a büszkesége sem engedte meg, hogy tőlem kérjen segítséget, akit nem tartott komoly embernek. Ted Jack, kit nevez maga komoly embernek? Den, egy komoly embert. Mit tudom én? Ted Jack szóval azért nem adta magához a lányát. Den, lehet. Dennek egy mesteri elszólása, jegyzi meg egy kusza beszúrása jegyzőkönyv szélén. Ted Jack, maradjunk tehát amellett, hogy tekintettel a maga balul végződött lánykérésére, maga elhatározta, hogy bosszút áll. De ha New York egyik legjobb detektívje hinni tud egy ekkora képtelenségben, akkor legyen úgy. Ted Jack, bevallom, én is csak tapogatózom az indítók kérdésében. Maga okos ember, Mr. Herb. Hogy magyarázza az új lenyomatait a késen és a lábnyomait a kertben. Den, randevúm volt, a a szobalányjal. Ted Jack, tudjuk. Felesleges lovagiasság. Nem ment el a randevúra. Den, elmentem. A hölgy nem volt ott. Belebotlottam valamibe. A holtest volt. Lehajoltam. A kezem véres lett. Megmarkoltam a kést. Ted Jack, és aztán elszaladt. Dan, igen. Ez az igazság. Ted Jack, gyönyörű. Csak hogy ilyen igazság mellett már elítéltek embereket. Dan, engem nem fognak elítélni. Tiltakozom a vád ellen. Nevetséges és alaptalan. Ted Jack, egy szavát se hiszem el, fiam. Van Alibije. den én hazamentem. Ted Jack, miután a kertben volt. De miután a kertben voltam. Ezt már bevallottam, kérem. Ted Jack, és miért írta ezt a levelet? Den, közölni akartam a rendőrséggel, hogy mit tapasztaltam a Slyham villában tegnap este. Ted Jack semmi érdekeset sem tapasztalt. Ami érdekes lett volna, azt elhallgatta. Be akarta mártani Myers-t. Den, én. Ted Jack, Myers riválisa. Gyilkosság. Bosszú. Két légy egy csapásra. Má ezt elítélik. De kérem én. De oly mesterien játszotta az ártatlant, hogy mindenki bűnösnek hitte, jegyzi meg a későbbi széjegyzet. Jack és mikor írta ezt a fenyegető levelet? Mi? Ma éjszaka lesújt a kéz. Milyen kéz? A kéz lesújtott. Mr. Hörb keze. Még tagad. Mi? De ezt a levelet nem én írtam. Ted Jack maga írta. Írásszakértő nem téved. De nem értem én soha. Ted Jack bevallani. Megölte lájhemet. Don nem öltem meg. Ted Jack ledöfte. Orvul. Hátulról. Nagy spanyol tőrrel. Den, nem igaz. Ted Jack, ha nem. Francia bicskával. Mi? Den, semmilyennel. Ted Jack, hazudik. Megölte. Vallja be. Lány helyett papa várta. Kertben. Összeszólalkozás. Hirtelen haragjában leszúrta. Menekül. Előre készült gyilkosságra. Den, nem az az. Ted Jack, aha. Szóval, felindulásban. Den, nem. Ted Jack, de. Den, nem. Ted Jack, de. Den, nem. Ted Jack, elég bizonyíték van. Vigyék el. Tagadás árt. Nem lesz kegyelem. Megvan a kéz és lábnyom. Den, kérem főfelügyelő úr. Ted Jack, hallani sem akarom. Átkozott konokság. Semmi bűnbánat. El. Amikor elvitték, de úgy látta, hogy győzött. Ha bevallotta volna a bűnt, akkor maradt volna egy csomó kétség és hiánya bizonyításban. De ő olyan álhatatosan tagadott, hogy valósággal felingerelte ellenfelét. És végre is ez volt a célja. Ugyanakkor Ted Jack nem volt olyan biztos a dolgában, mint azt a környezete és Den hitte. Ted Jack nem közönséges agyvelő volt, és ha valami túlságosan rendben volt, az épp úgy felkeltette a gyanakvását, mintha valami nem volt rendben. De ha érezte is, hogy van valami ebben a históriában, amit semmilyen elméletbe beilleszteni nem lehet, azért Den Hör bűnösségében komolyan ő sem kételkedett aláírta a jegyzőkönyvet, kezet mosott, megfésülködött és így szólt alantasához. Engedjétek hozzám az új szágírókat. Fél óra sem telt el és New York tudta, hogy Daniel Hörb, egy fiatal milliómos a vidékről ölte meg Slyhamot. Még tagad, de a bizonyítékok mindig szorosabbra fonódnak körülötte egy óra múlva pedig joviális, kövérhölgy ült fel a vonatra, amely szakztomba, de Hörb szülővárosába vitte. Mrs. Alv nyáspolgár volt. Nyáspolgárnő. Utazni egyáltalán nem szeretett, és most is csak a feladat érdekessége bírta rá, hogy felüljön a vonatra, amely esetleg összeütközik egy másik vonattal, vagy pláne, amelyről kiderülhet, hogy nem az a vonat, amelybe az ember be akart szállni. Egy harmadosztályú pulmenkocsiban kikeresett magának egy üres fülkét, ahova beülts, ahol azonnal enni kezdett a magával hozott csomagból. Egy kézitáska és három kisebb csomag, az összesen négy darab, Mrs. Alv remélte, hogy nem fog semmit a fülkében felejteni. Egészen Üsterhamptonig evett. Itt utitársa akadt, mégpedig egy idősebb, kopottas asszony. Hova utazik? kérdezte Missis Alva az utitásnőtől. Saxtonba volt a válasz. Nagyszerű! Morogta a gömbölyű hölgy. Én is szaxomba utazom. Akkor egy irányba megyünk, jegyezte meg mélyértelműen a kopott asszonyság. Végre ismét viszont látom szakstont tett célzást Missis Alvarra, hogy a homályos múltban már volt valami köze Saxtonhoz. Én a fiamat megyek meglátogatni, rántotta le a leplet utazása céljáról a kopottas asszony. Képzelem, hogy örül a fia. Talán már unokái is vannak. A kopott asszony fejét rázta. A fiam még nőtlen. A fiam gazdája is nőtlen még. Bizonyos Mr. Hörb. Nem ismeri véletlenül. Nem felelte Mrs. Alv, Mr. Hörb. Nem ismerem talán paplengyáros. A, ah, de dehogy Istenem! Az apja fakereskedő volt. Olyan gazdag, mint Vendörbilt. Majd nem. Fiatal ember, egyedül él otthon, csak a fiam szolgálja ki. Talán bolond. Érdeklődött Mrs. Alv. Hogy bolond, mondja ön. Mármint kicsoda. Mr. Derb. Hörb. De hogy bolond az, asszonyom. Művelt és okos fiatalember, nagyobb könyvtára van, mint a városi könyvtár. A fiam, Joe Hawkins, szolgálja ki. Én most megyek segíteni neki, mert írta, hogy jöjjek. Talán nem bírja egyedül a munkát. De hogy nem. Csak hogy Mr. Herb elutazott és Mr. Barney bizonyos átalakításokat végeztet a házon. Ki az a Mr. Barney? Az ügyvéd. Az ügyvéd átalakítatja a házat. Persze. Mr. Barni épp olyan úr, mint Mr. Hörb. Ő a vagyonkezelő. Csodálatos dolgok. Az önfia nyilván szép fizetést kap. De mennyire? Mr. Barni külön is ad neki fizetést. Csak nem? Mrs. Alv összecsapta kövér kezeit. Ilyen szerencse. És miért ad Mr. Barni külön fizetést az önfiának? Ezt nem tudom, felelte Mrs. Hawkins hirtelen összecsukódva, mint a kagyló. Különben is, megérkeztek szakztomba. Mrs. Hawkins a búcsú perceiben még egyszer közlékeny lett, és elmondta, hogy először is rég nem látott fiához siet, és csak délután fog jelentkezni Mr. Barninál. A pályaudvar forgatagában megszületett Mrs. Alf terve félrecsapta ócska kalapját gömbölyű fején s megkérdezett egy rendőrt, hol lakik Barni ügyvéd. Back Street, mondta a rendőr. Mrs. Alv odament s egy nagyon szép park kapuján megtalálta a keresett táblát, Alfonsz Barni ügyvéd felírással. Csöngetett. Zöldkötényes néger nyitott kaput. Kit keresel? Kérdezte a néger. Mr. Barnit. A néger intett, hogy kövesse. Kavicsos utakon mentek végig, amíg a pompás villához értek. Piros szőnyeges lépcsőn haladtak fel, aztán a néger egy várószobaféle helyiségben ültette le Mrs. Alvot. A hölgy nagy örömére a néger maga is leült. Soká kell várni, mondta. Vannak bent nála. Igen. Én ráérek. Három orvos van bent nála, fecseget szem, a közlékenység ördögétől szurkálva. Három orvos. Csodálkozott Mrs. Alv. Olyan beteg. Ah! Vigyorgott szem, nincs semmi baja. Megbeszélést folytat az orvosokkal. Hát hány orvos van Saxtonban? Három. És mind a háromnak Mr. Barney képviseli az ügyeit. Nem tudom, felelt a néger. Közben az orvosok kijöttek. Mrs. Alvnak különösen lájmű doktor tűnt fel, szakállas kis ember, fekete szemekkel. Szem ekkor már az ajtónál állt, feszesen. Barni intett Mrs. Alvnak, s az bedöcögött a dolgozó szobába. Barni az ajtóban maradt, s utána bámult az orvosoknak. Azután bement ő is Mrs. Alv után, és becsukta az ajtót. Barni ügyvéd magas, erős ember volt, de a vállai aránytalanul, kamaszosan keskenyek. Duzzadt ajkaiból s gőgös tekintetéből Mrs. Alv uralomra vágyó, hiú és erőszakos természetre következtetett. Mit akar? Kérdezte durván. A gömbölyű hölgy mézesmázosan mosolygott. Én Joe Hawkins anyja vagyok, Mr. Barney suttogta, azt hallom, valami munkám lesz. Ah, igen. Bólintott az ügyvéd. Nézze csak, Mr. Herb elutazott, és hosszabb ideig nem fog visszatérni. Addig én lakom majd az ő házában. Azt mondják, hogy a ház tönkre megy, ha sokáig állakatlanul. Egy néhány falat lebontatok és kissé átalakítom a házat a magam céljaira. A maga dolga az lesz, hogy a könyvtárat szétszed is a könyveket ládába csomagolja közben megnézi a könyveket kívül, belül és ami cédulát, levelet, feljegyzést talál, azt olvasatlanul félreteszi és ideadja nekem, hogy elrakhassam. Nem akartam erre a célra intelligensebb embert választani, azt hiszem, maga éppen megfelel, mondta az ügyvéd és kutatóan nézett a hölgy együgyű arcára. Ebben a pillanatban megcsendült a telefon. Barni felemelte a kagylót. Csak egy egészen futólagos, gyanakvó pillantást vetett Mrs. Alv felé, azután újra közömbös arccal hallgatta azt, aki a telefonon beszélt. Majd letette a kagylót. Tekintete egy pillanatig kutatóan pihent Missis Alv arcán. Azután így szólt. Mikor akarja szolgálatait megkezdeni? Akár mindjárt felelte az asszony. Barni az íróasztalához ült írok egy levelet doktor barátomnak, azt mindjárt elviheti magával. Igenis. Barni elgondolkodott. Néhány sort írt, lepecsételte a borítékot, átadta Mrs. Alvnak. Kurt Ród 42, mondta. Mehet. Igenis. Mrs. Alv távozott a levéllel. Rövid keresés után megtalálta a villát számított ugyan arra az eshetőségre, hogy Barni közben az ismeretlen telefonáló révén megtudta, hogy ő nem Mrs. Hawkins, de erőszakosságtól úgy vélte, nem kell tartania, mástól meg nem félt. Doktor Hezett egy bérházban lakott, amely a város szélén volt s rengeteg ablakát fötte vasrács. Egy szobalány elvette a levelet s azonnal a várószobába vezette Mrs. Alvot. Mrs. Alv rögtön látta, hogy orvosi rendelőben van csak hamar kinyílt egy fehér ajtó és az előbb látott három orvos egyike betessékelte a hölgyet. Mrs. Alv belépett. Különös formájú rendelőben találta magát. Majdnem minden tárgy gumiból volt, vagy gumival volt bevonva. Foglaljon helyet, mondta doktor Hezet kedvesen. Mrs. Alv leült egy gumiülőkés székbe. Nyújtsa ki a nyelvét. Nekem nincs semmi bajom, szőr, mondta Mrs. Alv. Tudom, a férje mindent megírt nekem. A férjem? Igen. Mr. Joe Smith, itt van a levele. Ki fogjuk gyógyítani. Pár hetes kúra után egészségesen fog távozni innen. Minél csendesebben viselkedik, annál hamarabb. Mrs. Alv fején átvillant a valóság. Dan Hörb inasa, Aokins, megtelefonozta anyja érkezését és azt, hogy ott van nála. Barni gyanút fogott és megijedt, mert túl közlékeny volt az álmisziz szal szemben. Amíg ő doktor helyzet lakását kereste, Barni telefonozott az orvosnak. Mrs. alfelugrott felugrott és menekülni akart. De a doktor nyilván számított erre. Két hatalmas ápoló rontott bes gyakorlott mozdulatokkal tették ártalmatlanná a rukkapáló asszont. Tíz perc múlva Mrs. Alv egy párnázott cellában ült. Egy kancsó víz volt előtte és a legsötétebb jövő. Ted Jack a szokott karosszékben ült és várt. Ezen a napon, amely Mrs. Alvra nézve oly szerencsétlenül végződött, Ted Jack nem várt hiába. Bizonyos körvonalak bontakoztak ki előtte két fontos jelentés futott be egymás után. Az első. New saxton PR 369 41 -33. Válasz a Larum csoport megkeresésére. New York. Bizalmas. Egy Barni Alfonz ügyvéd a környék egyik legtekintélyesebb polgára. Gyerekkora óta ismerjük, fedhetetlen életet él kettő apja szenátor volt. Egyetlen sötét pont a családban, öccse, Rad Barni, akit nyolc évvel ezelőtt egészen fiatalon három évre ítéltek bankrablás miatt. Hat évvel ezelőtt kiszabadult, azóta eltűnt. Három den hörb végrendelete Barni széfében van. Barni csak nagyjában ismeri a tartalmát, természetesen nem közölheti hó 15-ért kapott Dan Hörbötől levelet, New Yorkból, benne zárt boríték, halálom után felbontandó jelzéssel. Négy missiza nem jelentkezett nálunk. Ötödik, hogy van a köszvénye, Ted Jack. Nálunk nyugalmas idők járnak, a fiam a héten éret szégizik. Üdvözlet. New Saxtonból. PR, PR. Bélyegző. Benton. A másik jelentés, amelyet Pelök közgazdasági szakértő terjesztett be, meg meglepőbb és alaposabb volt. Három hónappal ezelőtt Robert Slyham vagyoni helyzete a következő volt. Aktívák, 600 limehöst kötek 100 dollár, 3 aktív, 2 inaktív gyár, kisebb részvények kb. 26 ezer értékben, 9 röté részvény többség, részesedések, a Green Park Léni Villa, kórháza 15. utcában. Összesen, mintegy 710 ezer dollár. Passzivák, személyi tartozás Red Lime-szal szemben 75 ezer dollár a New Kent selyemgyára Klim. Red Máez 160 ezer dolláros és 9%-os kölcsöne és a Limes-ekkel fuzionált hat gyártelep állandó deficitje. Bátor vagyok ehhez laikus számára is érthetően a következő magyarázatot is hozzáfűzni. Feltűnő, hogy Slyhem úgy adósodott el Rád Májesszal szemben, hogy az igénybe vett hitelekre sem volt szüksége. Nyomát se találni annak, hogy mikor, hol és miért indult a masszív Slyhem vagyon le a lejtőn. Nem hivatalosan megállapítottam egy, hogy Slyhem az igénybe vett hiteleket Pemberton részvényekbe fektettes el is vesztette ezeken az egészet, kettő, hogy a Prosperity jegyében dolgozó azon hat Slyhem gyár, amely hasonló lime üzemekkel fuzionált, egyszerre deficittel kezdett dolgozni. Még így is aktív lett volna Slyhem mérlege, ha fel nem tesszük, hogy Rad Myers egyszerre követelte Slyhemtől minden tartozását. Mindebből, nézetem szerint, az következik, hogy Slyham bízott Miles boszorkányos üzleti ügyességében és sikereiben és ezt a fiatalember arra használta fel, hogy tervszerűen tönkretegye a szolid, öreg Slyhamet, aki a mai üzleti menőverekben nem volt otthon. Mivel azonban ez az egész tönkretétel törvényes kereteken belül mozgott, ajánlom önnek, Ted Jack, hogy ne tegyen ezekről nyilvánosan említést, mert nagyon kellemetlen rágalmazást pert kaphat a nyakába. Üdvözli! Ez a pollok! Ted Jack maga elé fektette a két iratot és gondolkodott az a kellemetlen és határozott érzése volt, hogy az egész társaságban egyetlen tisztességes fickó van, Dan Hörb és éppen ő a gyilkos. Ted Jack behívatta williamson és odaadta neki az iratokat. Williamson átolvasta őket és sóhajtott. A mamáról semmi hír. Mrs. Alv becéző neve volt a mama. Semmi, felelte Ted Jack. Túlbuzgóság elragadta. Nő! Nyilván kifecseget mindent. Williamson sóhajtott. Nézze, Ted Jack, mondta, még egyszer kérem, jöjjön el a Slyham villába. Nézze meg a parkot. Hát, ha maga talál valamit, ami nekünk elkerülte a figyelmünket. Ted Jack úgy ült ott, mint egy butha. Nem felelt. De hát, ha mondom, jöjjön oda, erősködött Williamson. Már voltam, felelte Tompán a főnök. Mikor? Aznap, Williamson káronkodott. És talált valamit. Találtam. De nem sokat ér. Figyeljen ide. Középen fekszik áldozat. Jobbról idegen lábnyomok. Faltól áldozatig. Balról áldozat lábnyomai. Villától odáig, ahol megtalálták. Érti? Eddig én is tudtam. Áldozat nyomai balról fél órával öregebbek, mint gyilkos lábnyomai jobbról. Nem értem. Áldozat fél órával előbb ért oda, ahol megölték, mint gyilkos. És. mit gondol, fél óráig várt egy helyben, amíg meggyilkolják? Hanem. Öngyilkos lett. A kést szerezte valahol. Biztos ez. Áhő! Csak gondolom. Miért nem szólt a vizsgálóbírónak? Már szóltam. No és? Nem hitte el. Tulajdonképpen én se hiszem. Menjen a csudába! Dühöngött Williamson, ha nem hiszi, minek mondta. Csak kíváncsiság. Mit szól maga? Játék a szavakkal. Holnap már az esküdtek elé kerülden. Ha ma nem sikerül bizonyítékot találni, akkor már ne is keressünk. Ted Jack kimerülten hanyatlott hátra. Ennis Lyham rontott be a szobába. Ki ez a nő? Kérdezte Ted Jack. Williamson arca meglepetést mutatott. Miss Lyham mondta. Beszélnem kell Mr. Larummal. Kiáltotta a lány magánkívül. Az én vagyok, Menjen ki, Williamson! A vörös felügyelő kelletlenül engedelmeskedett. Uram! kiáltotta Eni, teljesen lehetetlen, hogy den ölte volna meg papát. Ugye lehetetlen? Mondja, hogy ön sem hiszi. Ted Jack a fejét rázta. Csak ő lehetett a gyilkos kisasszony. Mit akar? Ez lehetetlen! Rad eszről inkább el tudom hinni. Rettentően féltékeny volt akkor este Denre. Akkor őt ölte volna meg. Den nem lehet gyilkos, uram. Miles ma is megkérte a kezemet. Sürget. Én érzem, hogy Miles tönkretette papát. Ugye, ön is tudja. Rapszódikus dolgok. Zavaros beszéd. Mr. miles semmi baj. Den gyilkos legyen Miles felesége. Nem. Soha. Miért nem? Én Dent szeretem. Akkor is, ha ő ölte meg az apját. Ted Jack szigorúan nézett a lányra. Enni lesütötte a szemeit. Bátorítást várt, és a helyet újra megerősítették azt a szörnyű feltevést, estig kért határidőt Májesztől. Ted Jack hivatali kötelességét teljesítette, amikor nem tett említést a Májászről kapott információkról. Hidegen üdvözölte a lányt, aki összetört lélekkel ment el. Ted Jack egyetlen emberrel szemben mutatta meg az igazi arcát. Ez az ember egyúttal egyetlen barátja volt, Ronnie Topkins. Ronnie az Evening Telegraph rendőri riportere, amint azt a szakmában tudják. Magánéletében állítólag szentimentális lélek tengeri nyulakat tenyésztett. Hivatali dolgaiban azonban olyan szemtelen volt, hogy ahhoz hasonlót csak az állatvilágban találunk néha. Teljességgel más módszere volt, mint detektív barátainak. Nem ismerte a kendőzés és titkolózás művészetét, hazudni sem tudott. Az embereknek egyszerűen szemükbe mondta az igazat, és ezzel néha meg tudta zavarni őket. Ted Jack sohasem tett fel mindent egy lapra. Ő volt a nagy szervező. Az az érzése volt, hogy Saxtonban valami nincs rendben, és lekülte oda Missis Alvot, aki nagyszerűen tudott hazudni. De mert néha a hazugság is csütörtököt mond, Missis Alvnak nyomába eresztette Ronny Topkins, aki nagyszerűen tudott igazat mondani. Ronit már nem féltette Ted Jack. Vele még nem történt soha baj mégis, amikor este lett, annak a napnak estéje, amikorra választ kért az előőrseitől, Ted Jack aggódni kezdett. Mi van ott Saxtonban? Mind a ketten pórú jártak volna. Nem, pont fél kilenckor beállított Ronnie Topkins, és leült az íróasztal peremére. Egészen nagyszabású gazemberek, kezdte. Beszélj! Sürgette Ted Jack és barátja sugárzó arcába nézett. Topkins hivatásbeli örömet érzett, ha nagyszabású gazemberekkel ismerkedhetett össze. A barátunk, persze Den Hörbre gondolok, Inasának anyját szolgálatra rendelték be. A házat átalakítják, Barni ügyvéd költözik oda, a mama elment Barnihoz, kiadta magát, a régi módszer, az Inas anyjának és rajta csípték. Bedugták az őrültek házába. És most hol van? Ott, miért nem szabadítottad ki? Nem értem rá. Nem fogott megőrülni. Nem tudom. Nem fontos. Den Hörb azért jött New Yorkba, különben, várj csak. Lázasan lapozott a telefonkönyvben. Peterson egyetemi orvostanár számát kereste ki. Csak egy volt. Halló. Itt Evening Telegraph. A professzor urat kérem. Halló! Volt ön a múlt héten Saxtonban. Halló! Nem! Még soha az életben. Ah! Szóval soha se vizsgált meg egy Den Hörb nevű fiatalembert. Köszönöm! Mit jelent ez? Türelmetlenkedett Ted Jack. Nem szeretem, ha egy nyugodt ember ideges. Várj csak! De barátunkat három szakztoni orvos megvizsgálta és előre haladott tüdőbajt konstatáltak. Erre lehívatta Barney Peterson professzort, aki megerősítette kollégái véleményét és kijelentette, hogy Dennek legfeljebb három hónapja van hátra, annyi is csak akkor, ha ágyban fekszik. El akarták tenni láb alól a kis öreget, vagy öngyilkosságba akarták kergetni. Hogy tudtad meg ezt? Hogy, ahogy szoktam, elmentem Barnihez és a három orvoshoz. Megmondtam nekik, hogy rendőri riporter vagyok, és tudni akarom az igazat. És megmondták? Ők azt hiszik, hogy nem mondták meg, de én megtudtam. Utoljára mentem Barnihez, amikor már majdnem mindent tudtam. És mi ez a tapasz a kezeden? Barninak véletlenül elsült a revolvere a zsebében. Ő ugyan azt állítja, hogy kívülről lőttek be. Nem akartam megingatni ebben a hitében. De akkor bejött a néger és fel akarta lármázni a rendőrséget. Inkább elmenekültem. Miért menekültél el? Barni miatt. Nem értem. Nekem is elsült véletlenül a revolverem. Lelőtted? Muszáj volt. De felépül minek is küldtelek oda? Kijelentem neked, én még sose tévedtem ilyen dolgokban. Barni megérdemelte azt a golyót. Lehet. De mindezzel nem jutottam előre. Ezek után mégis Den Hörb ölte meg Lehet. De a lakása mást regél. Kinek a lakása? Den Hörb lakása. Mit regél a lakása, te szófacsaró? A lakása tele van Missis Slyhэm arcképeivel. Úgy? Igen. Nyilván szerelmes volt belé. Miért ölte volna meg az apját? Nem tudom, hogy miért. De megölte? Akkor nem tudom megérteni, hogy mi volt ebben a Slyhэmben, ami az embereket felbőszítette ellene. Az egyik kifosztja, a másik leszúrja. Ki az, aki kifosztotta? ez. Yes. Hát ezt honnan tudod már is? Olvastam Annie Slyhem egy levelét, amelye Iden Kománknak írts, amelyben panaszkodik, hogy Májesz mindenféle rossz üzletbe hajszolja bele a papát, s a papa azóta folyton búskomor. El is hoztam a levelet, itt van. Talán még szükség lehet rá. A könyvtárban találtam, a könyvek között. Ez az Aukins nevű inas is benne van a szövetségben olyan dühösen nézett rám, majd szétszakította a kötelékeit, amikor magához tért. Ted Jack szédülve nézett fiatal barátjára. Ha Williamson most láthatta volna az ő nagy főnökét. Te komolyan azt hiszed, hogy denártatlan. Szereti a lányt, felelte elgondolkozva Topkins, a lány panaszkodik neki Májászra, erre a fiatalember megtudja, hogy tüdőbajos, feljön New Yorkba és megöli a lány apját. Ennél nagyobb hülyeséget még életemben sem hallottam. Egész más van emögött. Micsoda? Kérdezte Ted Jack tehetetlenül. Nem tudom. Nekem csak a Den Hörg vallomásáról kell egy másolat, éjszaka tanulmányozni fogom. Talán rájövök valamire. Red Myers elegáns, csinos, magas fiatalember volt, csak vállai voltak aránytalanul keskenyek most Denti Slyhemmel sétált fel és alá a halban. Eni fél kilencre ígért választ. Rád úgy találta, hogy eleget várt március. Annie-nak semmi oka sincs a húzódozásra. Az egyetlen ellenfélre, Den Hörbre villamos szék vár. Mond, kérdezte Denti, te tényleg szereted a húgomat? Hát mi a fene? Válaszolt kérdéssel Májelsz talán a pénzét akarom elvenni. És röhögött. Denti tovább törte a fejét. Te nem vagy őszinte hozzám, Májász. Yes. Te nem tudsz valakit ennyire önzetlenül szeretni. Pedig még szükséged lehet rám, ha Eni újra nemet mond. Nem fog nemet mondani, válaszolt Májász. Yes. Jelenleg az anyja gyúrja odafönt. Addig is adjál száz dollárt, mondta Denton szláhem és Miles adott neki. Ez alatt odafönt Mrs. Slyham félretette a gyászát, és csak ugyan alaposan a lelkére beszélt Eninak. Teljesen őrült vagy. Nem tehetsz okosabbat. Sose lesz ilyen szerencséd. Teljesen tönkrementünk, mája dús Csak nem gondolsz még mindig arra a gazemberre, aki megölte a pádat. Nem, nem gondolok rá, felelte Eni, és eszébe jutottak ted Jack délelőtti szavai. Még egy kicsit sírdogált, aztán anyja hallatlan megkönnyebbülésére kijelentette, hogy igent fog mondani Mr. Májásznak. Pontosan fél kilenckor lement a halba. Denti és Májász már várta. De mielőtt még egy szót is szólhatott volna, belépett a halba ted Jack főfelügyelő. Egyenesen Enihoz ment, és így szólt. Kisasszony, ön délelőtt kérdést intézett hozzám. Most azt felelem, ne menjem feleségül rád Májászhoz. Májás káromkodva ugrott neki. Ezt a beavatkozást meg fogja keserülni. Hallja? Hogy merészel? Mint magánember avatkozom bele, mosolygott Ted Jack, igen, Mr. Májász. Mint magánember. Üssön pofon. Nem hívok karhatalmat privátim ütöm vissza. De Eni hidegen nézett a főfelügyelőre. Ön elkésett, Mr. Larum. Én most már rád Miles felesége leszek. Miles arcán megkönnyebbülés látszott. A főfelügyelő meghökkenten nézett a lányra. De az elszántan állta a tekintetét. Jól van, Miss feleltetett Jack, ha majd egyszer megbánja elhatározását, jöjjön hozzám és én vigasztalni fogom. Azzal elment. Ted Jack még az este maga elé hívatta Dent. Két szuronyos őr között sápadtan és elszánt arccal lépett be Den a főfelügyelő elé. Holnap már kiveszik a kezeim közül, fiam, mondta Ted Jack, ma még egyszer megpróbálok a lelkére beszélni fölösleges, kérem, vágott közbeden, megfontoltam a dolgot. Bevallom, hogy én öltem meg Robert Slyhemet. Végezzenek ki minél előbb. Úgy. Ted Jack körülnézett. Menjenek ki, mondta az őröknek. Nézze, fiam, Williamson barátom, itt, részeg és holnap már nem fog emlékezni semmire. Én pedig kissé nagyot hallok ne is próbálja tehát bevallani. De kérem, mondta kétségbeesveden, én öltem meg. Én öltem meg. Ezzel a késsel? Kérdezte Ted Jacks, egy különös nyelű, vérosdás kést húzott elő a fiókjából. Igen, felelteden, ezzel a késsel. Csodálom pedig, bólogatott Ted Jack, ez a kés már három éve itt fekszik a fiókomban. Senki se használta azóta. De elsápadt. Hát akkor nem ezzel a késsel. Kiáltotta, nem tudom már, milyen volt a kés. Mit akarnak tőlem? És rémülten, elkínzott arccal nézett körül. Májesz feleségül veszi Anny Sláhemet. Mit bánom én, csattant felden, ne kínozzanak tovább. Engedjenek vissza a cellámba. Ha egyszer bevallottam, semmi joguk faggatni tovább. Ha nem hiszik, nem hiszik. Én magam se hittem volna két héttel ezelőtt. Mindez nagyon rejtélyes, amit önmondést tesz, Mr. Herb, jegyezte meg Williamson. Ön erőnek erejével a villamos székbe akar kerülni. Úgy van, vágott közbetett Jack, ez a helyes kifejezés Williamson. Csak folytassa. Igen, folytatta a felügyelő, de gondolja meg, ma még visszaléphet a meredé elől de holnap már a vizsgálóbíró előtt lesz, és ha ott is bevallja, akkor már nincs megállás a villamos székig. Nem szándékozom megállani, felelteden hörp szomorúan, de határozottan. Megfordult és kiment a szobából. Kint az ajtó előtt közrefogta a két szuronyos őr és visszakísérte a cellájába. Maga marha, mondta Ted Jack barátságosan Williamsonnak, teljesen kijátszotta a kártyáinkat a fiatalember előtt. De hiszen maga mondta, hogy folytassam. De ne így. Le fogok mondani, ha magát nem helyezik át Ott messze van tőlem, és nagy a rendőrhalandóság. Ted Jack mérges és nyugtalan volt, amikor elhagyta a rendőrség épületét. Sejtette az igazságot, vagy legalább valami hasonlót, de semmi bizonyíték nem volt a kezében. És tudta, hogy rettentően nehéz lesz megszerezni a bizonyítékokat. Nem csak a gazemberek ellen kell majd harcolni, hanem Den Hörb ellen is. És lehet, hogy mire előállhat a bizonyítékokkal, már késő lesz. És lehet, hogy elő sem állhat velük hát ha mégis Den a gyilkos és ő életében először nevetséges lesz. Vállat vont. Rossz ómen, mondta magában, hogy rokon szembesnek találom a vádlottat. Öregszem. Ez a gondolat annyira elkeserítette, hogy megszólított egy fiatal hölgyet az utcán és moziba vitte. Ötödik fejezet. A hosszú folyosó cellasora felnyílt és kitárult Ted Jack előtt. Az őrök tisztelektek. A főfelügyelő megállt a 279-es cella előtt. Kult csikordult. Ted Jack belépett. Halló, Den! Kiáltotta. Itt van az igazi Peterson professzor, aki meg fogja magát vizsgálni. Semmi szükségem vizsgálatra heveskedett Den. De Ted Jack lecsillapította. Nézze, halálosan beteg embert nem lehet kivégezni. Ezért kötelező az orvosi vizsgálat. A hatósággal nem szállhat szembe. De mélyet sóhajtott és Peterson tanár közömbös arccal, amely semmit sem árult el, végrehajtotta a vizsgálatot. Azután kijelentette, hogy laboratóriumában fogja folytatni azt és holnap reggel nyolckor ad végleges választ. Ted Jack még visszafordult a cellába, miután kikísérte a tanárt. Rengeteg bajom van magával, de mondta szemrehányóan, maga olyan, mint a beteg, aki azért nem tud meggyógyulni, mert nem akar meggyógyulni. Maga a világ legboldogabb embere lehetne, de nem akarja. Én. Kiáltott Dan fájdalmasan, én. Legyintett. El. Eh. Lehet, hogy maga jó ember, de ezt nem érti. Tegyen nekem egy szívességet, búcsúzóul. Mondja meg, hogy szól a végrendelete. A végrendeletem. Felelte Hörb. Egyszerű. Minden vagyonomat Ennis Lyhamre hagyom. Micsoda? Üvöltött Jack, és ezt a gyilkosság előtt írta. Előtt. És az ügyvédje tudja ezt. Tudja? A detektív elrohant. Felvirratta a tárgyalás napja. Rengeteg ember szorongott a tárgyalóteremben. Ronnie Topkins az új szágírókat igyekezett megnyerni teóriájának. A tárgyalás menete lassú volt, de az éjféli tragédia képe már teljes mértékben kibontakozott. Ott volt Red Myers és Annie is halásápattan. A tárgyalásról egyenesen az anyakönyvezetőhöz szándékoztak menni. Ted Jack Larum az emelvény mellett állt és időnként rámosolygott Denre. A közönség borzadva nézte a fiatal gyilkost. Ekkor a vörös Williamson lépett szorosan Ted Jack mellé. Valamit súgott neki és egy levelet adott át. Ted Jack elolvasta s a levelet. Ön a gyilkosság éjjelén a kertben járt. Kérdezte az elnök. Igen, felelte Den. A gyilkosság időpontja és az önlátogatásának ideje megegyezik. Egyeznek a lábnyomok és a késen talált új lenyomatok is. A vizsgálóbíró úrnak teljes mértékben sikerült a bizonyítás. Vádlott tagadja bűnösségét. Dem felemelte a fejét s megrázta. A tömeg felmorajlott. De mielőtt szólhatott volna, Ted Jack felemelte a kezeit: Elnök úr! engedje meg, hogy a vádlott kezébe adjak egy orvosi bizonyítványt! Az elnök fejét csóválta, az esküdtek csodálkoztak. De meglepődve nézett a kezében levő papírlapra, és a következőket olvasta róla. Tanúsítom, hogy Denhörg urat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy nyolc napon belül gyógyuló bronzhitise van, egyébként makkegészséges. A tüdeje tökéletes. Patterson. És Gráfit laboratóriumi asszisztens. Den háromszor végigolvasta ezt, aztán végigvágódott a földön. Elájult. Az elnök negyedórai szünetet rendelt el. Dent a vizsgálóbíró szobájába vitték. Csak hamar magához tért. Eni és Ted Jack térdeltek mellette, gonterhes arccal. Magasan felette Ronnie Topkins arcát látta, egy arcot, amely közönyösnek látszott, holott nem volt az. Na, öregem, mondta Roni Topkins, gratulálok az ügyvédhez, ott szakztomban. Ben felegyenesedett. Barnit gondolja. Azt és Topkins hegyeset köpött utálatában. A közönség végsőkig feszült hangulatban várta a tárgyalás folytatását, s az esküdtek újra bevonultak. Az elnök megismételte a kérdést. Vádlott, tagadja bűnösségét. Tagadom. Felelt egy gyönge, de érthető és határozott hangon Denhörb. Az ügyész felállt. Esküdt, uraim! Mondta pátosszal a vádlott eddig teljes beismerésben volt. Most azt a tanácsot kapta, hogy tagadjon. De erre már nincs ideje. Az elnök közbeszólt. Még egy tanunk van, Larum főfelügyelő. Ted Jack az emelvényre lépett és letette az esküt. Ön megállapította az új lenyomatok azonosságát. Igen. Teljes értékű bizonyítéknak tartja azt. Nem, a vádlott fedezte fel a gyilkosságot. Sötétben tapogatózott, és így fogta meg a kést. Úgy, Sáros volt a kertföldje akkor éjjel. Meglátszottak benne a lábnyomok. Meg. Talált más lábnyomot a meggyilkolt ember és a vádlott lábnyomain kívül? Nem találtam. Ezek szerint. Ezek szerint vagy a vádlotta gyilkos, vagy Robert Slyham öngyilkosságot követett el. Ezt az utóbbi esetet bizonyítani tudom. Hogyan? Óriási volt a megrökönyödés. Halk sikoly hallatszott. Engedjék meg, hogy előről kezdjem. Dan Hörb ügyvédje, Mr. Barney, akit ebben a pillanatban szállítanak át a Saxtoni Közkorházból egy ottani rabkórházba, cinkosaival, egy valódi és két állítólagos orvos segítségével elhitette a vádlottal, hogy menthetetlenül beteg. A vádlott végrendelkezett és végrendeletében két millió dollárnyi vagyonát Miss Ennis hagyta. Barni tudott erről és közölte Esztrád Májesz úrral, aki nem más, mint rovott múltú öccse, s aki most kelt feléppen, hogy a kiárat felé induljon, de a kiáratnál embereim előbb feltartóztatják, majd azután letartóztatják. Májesz ezért akarta mindenáron feleségül venni Miss Slyham Enit. A két millió dollár miatt. Miután a lánynál nem ért célt, az apját kezdte kapacitálni tervszerűen tönkretette az öreget s a gyilkosság estéjén két lehetőség elé állította, vagy igent mond Eni, vagy Májesz azonnal követeli a pénzét Robert Slyham től ami tönkretette volna az öreg urat. Slyham hiába kérte a lányát, az igazi okot nem mondta meg neki, mert nem akarta szerencsétlenné tenni. Elhatározta, hogy öngyilkos lesz ezt a szándékát megírta egy levélben, amelyben Májezt tette felelőssé haláláért és bukásáért. A gyilkosság utáni reggelen Májez hatósági segédlettel ellopta ezt a kompromittáló levelet a meggyilkolt pénzszekrényéből, és tűrte, hogy ez a fiatalember, Dan Herb, ártatlanul üljön a vádlottak padjára és végignézte volna a haláltusáját a villamos széken. De amíg Májász úr itt ült és a tárgyalás menetében gyönyörködött, én házkutatást rendeltem el a lakásán és meg is találtuk a levelet, Robert Slyham búcsú levelét. Ted Jack az esküdteknek adta a levelet. Azután harsány hangon követelte a három szakstoni orvos azonnali letartóztatását. Red Myers már biztos kezekben volt és Ronnie Topkins buzgón magyarázta kollégáinak, hogyan kergették beledent az öngyilkosság őrületébe, és hogyan határozta el, hogy a villamos székben lesz öngyilkos. Körülbelül ekkor érkezett meg Mrs. Alv távirata. Kiszabadítottak, őrült vagyok, más pályára megyek, értesítsék férjemet, Alv nyugalmazott őrmestert. A mama Ted gratulálók tömege vette körül. De a főfelügyelő rettentő fáradtságot érzett. Soha életében nem beszélt ennyit egyfolytában, mint ezen a tárgyaláson. Den Hörb és Anni együtt távoztak. Ennyi a vőlegényét nézte. Jó volt ennek a fiatalembernek a szemébe nézni, aki egyszer már elvesztette az életét, és most újra visszakapta, és ráadásul egy lányt, aki szereti, akinek forró szemei vannak, s ha ránéz egy férfire, akit szeret, eszébe juttatja, hogy férfi. Ted Jack dühösen nézett utánuk. Meg se köszönték neki, amit tett és amennyit beszélt. Vége